Magyar Kanizsának, Geneza cég nevét mindenki jól ismeri, hiszen már 20 éve működik sikeresen. Kezdetben családi vállalkozásként indult, mára viszont egy modern vállalattá nőtte ki magát, amely a fejlődés útján halad. Stratégiai célunk volt megtalálni a világon a legkiválóbb élelmiszergyártókat, és azon termékeit biztosítani az itteni feldolgozóipar számára. Közel 20 országból importálunk különböző nyersanyagokat, főleg az élelmiszergyártás szükségletére, évi körülbelül 5000 tonnás mennyiségben. Ez a mennyiség, bízunk hozzá, hogy a közeljövőben még meg fog növekedni. Ennek érdekében próbálunk elkövetni mindent. Értékesítésünkkel jelen vagyunk nem csak a szerbiai piacon, hanem az egész balkáni régióban. A külföldi stratégiai partnerség mellett fontosnak tartják, hogy a hazai alapanyaggyártókkal is hasonló stratégiai partnerséget alakítsanak ki, és így egyre több hazai nyersanyagot tudjanak kínálni vevőik felé. Próbáljuk elérni azt a minőségi színvonalat, amelyet az igényes vevőkörünk ezzel szemben támaszt, és egyre jobban a hazai terméket előtérbe helyezni a külföldi nyersanyagokkal szemben. 20 év távlatában eljutottunk addig a pontig, hogy kinőttük a meglévő kapacitásainkat, és jelentkezett egy szükséglet, hogy kibővítsük ezt a lehetőségünket, és az elmúlt évben sikerült megvásárolnunk egy komplexumot, amin keretében elindult egy nagyon komoly befektetés, ami meghatározója lesz, biztos vagyok benne, a cégünk életében az elkövetkező időszakban. Ennek a befektetésnek az értelme, hogy egy olyan nyersanyag elosztó központot hozzunk létre, ami úgy gondolom, hogy Szerbiában még abszolút egyedülálló, a mi térségünkben pedig különösképpen. És szeretnénk ebben az elosztó központban úgy a külföldi, nem kevésbé a hazai feldolgozó ipar számára biztosítani mindazt a szükséges nyersanyagot, amelyet meg tudunk itt termelni, vagy akár Európában távol-keletről szükséges behoznunk. Ebben az új logisztikai központban a jelenleg érvényben levő európai normáknak minden tekintetben eleget tudunk tenni, úgy minőségi elvárásokban, mint területi, mint raktározási, mint árukísérési szempontokból. Úgy gondolom, hogy ezzel ez a régió lehetőséget kap, hogy úgy a mezőgazdasági termelés, úgy az élelmiszerfeldolgozás egy olyan plusz lehetőséget kap, amivel ki tudja bővíteni az ellátási lehetőségét. Ebben a központban egy új termékcsoport is meg fog jelenni, méghozzá a fagyasztott és a hűtött áru, ami eddig a 20 év alatt egyáltalán nem volt jelen a termékstruktúránkban. Viszont olyan visszajelzésünk van a piacról, hogy erre abszolút igény van, szükség van rá, és ennek függvényében kialakítottunk ilyen potenciálokat is, és bízok hozzá, hogy ezt a jövő mindenképpen vissza is fogja igazolni a számunkra. A beruházás értéke 1,5 millió euró volt. A Geneza 25 munkást foglalkoztat, de az új logisztikai központ beindulásával és a kapacitások növekedésével új munkahelyek is nyílhatnak a jövőben.